Acsácsú, mi csörtészt a csokoládé, szavaztok gyerekek, ürve csatorná, Géper jelentkezik a következő csodálatos videóval. Na mi újság van gyerekek? Hol volt a Géper? Úristen! A kivezérdés jelző folyamatosan világít, ami azt jelenti, hogy leugrott a fejegató fejetekről. Na, mi újság van gyerekek? Figyeljetek, egy kicsit el voltam tűnve megint az utóbbi pár hétben, hát kicsit hogy mondjam, hogy kell ezt mondani? El voltam fáradva. Aztán úgy gondoltam, hogy egy kicsit pihen a Keeper, mert miért ne? Egyébként is, hogyha meg így is volt, akkor is. Várjátok, hát most ezt megláttam, akkor... Fucking problém. Ha? Van? Ó, úri, gyerekek, olyan dolgok vannak itt, halljátok itt egyébként. Nem látjátok ti sajnos, hogy csinálok egy ilyen izét, egy ilyen, minek nevezik? Rome Tour-t. És akkor itt megmutatom, milyen dolgok vannak, mert nagyon durva dolgok vannak itt, gyerekek. Képen föl van készülve. Csináltam ide egy ilyen kis izét. Egy ilyen kis csodálatos izét. Minek nevezik ezt? Ilyen pultot, meg van itt minden üvegbor, meg mustár, meg minden. Komolyan mondom. Nagyon durva. Na, jó, de nem erről akartam beszélni, gyerekek. Hanem arról akartam beszélni veletek, gyerek, úristen, egyébként tudjátok, kire emlékeztetek így? Nagyon durván most így megütött ez a szél. Ken Blockra. És komolyan. Most nem tudom, de valahogy olyan izéből, olyan vibe-om lett ezzel a sapkával, meg ezzel a napszemcsivel, úristen. Ez most egy kicsit olyan furcsa volt, tudjátok, nemrég történt. Hawthorne balesete, ami nem egyáltalán nem vicces, úgyhogy... Jó, erről nem is beszéljünk inkább. Na, inkább beszéljünk komolyabb dolgokról, arról például, hogy igen, egy kicsit el voltam tűnve, nagyon, nagyon sajnálom, srácok. Pihennem kellett egyet, mert a Keeper egy kicsit ki volt égve, meg tényleg néha, tudjátok jó, hogy néha egy eltűnök két hétre, azt akkor visszatérek úgy dönsült erővel, 3 videó egyszerre naponta, azt utána meg megint eltűnik egy hónapra a Keeper. De tényleg egy kicsit kipihentem magam, most megint lesz, nem azt mondom, hogy minden egyes... nap lesz videó, de valószínűleg, hogy körülbelül olyasmire lehet számítani. Egyébként olyan sztorim van, gyerekek, ezt el kell mesélnem. Ezt az egyet hallgassátok meg. Voltam egy nézőmnél, akinek a szülei, jobban mondani, nem is nézem, hanem a szülei meghívtak, hogy a nézőmnek, a srácnak lesz szülinapja, és hogy nem lennék a meglepetés vendég. Így a hát szülinapi partin ilyen családi összejövetel volt, az volt a lényeg, úgy kellett odaállítanom, hogy nem tudott róla a srác. Na, kaptam egy címet, egyébként nem volt olyan messze a srác, nem lakott olyan messze, 50 kilométerre kb. Azt gondoltam, akkor miért ne, lekecselek, aztán adjuk neki, eszünk egy kis tortát. De egyébként nem ettem tortát, nem. Nem volt, pedig egy nagyon jól nézett ki az a torta, de nem mertem. Ittam egy kávét, de tényleg, de várjatok, nem ez a sztorinak a lényeg, el akarom mesélni. Bocsánat egyébként, hogy itt tordítok. Képzeljétek, ugye GPS-be beütöttem a címet, este 7 volt, körülbelül mire odaértem, meg leparkoltam a ház előtt. Aztán mondom, fölhívom akkor mégis a szülőket, hogy mi a szitu. Ház előtt, hello, szia. Igen, mondom, itt vagyok a ház előtt. Jó, ne kezdik. Akkor menjek be az udvarba. Nincs kutya, hátsó ajtó nyitva lesz, ilyen terasz ajtó. És akkor jöjjek be nyugodtan a házba, és akkor meglepetés lesz, hogy meg fog látni, úgyhogy nyugodtan jöjjek be. Jó, oké, mondom, becsukom az ajtót, megyek be, át a kerten, hátsó ajtón megyek be a házba, tudjátok, nem kopog, csendben van a gyerek. Csak egy volt a baj, a GPS nem jó címre vitt. És egy rossz házba mentem be, sötétedés után. Az az igazság, hogy nem nagyon örültek nekem. Kettő darab srác ült, ilyen bukás ruhában, lehet, hogy éppen dolgoztak, vagy utólag megtudtam azt, hogy az egyik átment a másikhoz, oda lényeg, így meglátogatta, aztán ilyen mi el voltak, ellazulgattak. Aztán egymásra néztek, úgyhogy csúnya szó következik, nem tudom kisipolni, és fogjátok be a szülőknek a fülét, hogy ne hallják, hogy milyen csúnya szót hallatok. Na, egymásra néznek rám, és kezdik, mi a fasz? És én meg akkor már rájöttem, hogy rossz helyen járok, mert valószínű, hogy nem ide hívtak engem szülinapi buliba, vagy ilyen összejövetelre, és akkor így próbáltam így menteni a menthetetlen, nem gondoltam rá, hogy előugrok, hogy így meglepetés, akkor az nem fognak örülni nekem. Na, viszont mondtam, hogy ez az egyes szám. És akkor mondták, hogy ez. És mondtam, hogy ez a
nem is tudom, Dunai, azt hiszem, Dunai út? Ez a Dunai út? Nem, ez nem a Dunai út egy ember. És akkor, amikor próbálod kimagyarázni, de most ez nem tűnik annyira durvának, de képzeld el, te otthon ülsz a lakásodba, és egy idegen csávó kopogás nélkül közlekedik ott bent. Hát ez elég nehéz kimagyarázni. Utána, ugye megérkeztem, utána nagy nehezen megtaláltam a rendes címet, és mentem oda be, és nagyon nevettek az egészen. Meg utána beszéltek azokkal, akikhez bevette, és mondták, hogy nagyon meglepődtek. Hát én is meglepődtem egyébként. Nagyon eszméletlen kellemetlen volt, hogy gyerekek bementek egy vadidegen helyre. Úristen, ez mondom, ilyen nincsen. És ezt így meséltem a tesómnak is például, azt mondta, ez komoly. Ezt ugye kitaláltam, mondom, nem, ezt nem találtam ki, ez így volt. Na, egyébként hoztam még valamit nektek, mert a kiengesztelésük, bár tudom, hogy nagyon-nagyon haragszatok rám, tényleg nagyon sajnálom, nem tudom, mit kéne mondanom, tényleg bocs érte, hogy eddig nem voltam, szeretem kipihenni így a dolgokat, aztán akkor gyerekek annyira, nem tudom, így, itt bazán ilyen nagyon kemblok izén van, ilyen vibe-on van, hogy úristen, ez nagyon durva. Igen, na, nem akarok erre a témára, szemarú témára térni, de nézzetek egyébként, milyen játékok vannak ott. Elden Ring, úristen! Egyébként, új, még egy sztorit el akarok mesélni, kettő játékot végigvittem úgy, hogy végigvettem videóra, mert nem tud, mármint úgy akartam játszani, hogy videón kívül, mert én szeretem például az Elder Scroll részeket, ugye az Elder Scroll Morrowindot és az Oblivion-t nagyon szeretem, a Skyrim-et is nagyon szeretem. Tavaly télen végig toltam a Skyrim-et magamba, mármint úgy videón kívül, de így nagyon-nagyon részletesen, úgyhogy 100%-ra kivittem. Most végig kivittem széttoltam a Morrowindet, meg széttoltam az Oblivion-t is ezen a télen, de nem tudtam, oráig jutottam, hogy nem tudok úgy játszani, hogy nem csinálok róla videót. Csináltam róla, Morrowindról csináltam, nem is tudom, 30 órányi videót, külön merevlemezt kellett neki ízenem, indítanom, mármint, hogy arra kellett pakolnom. Nem töltöm fel, mert nincs értelme, mert sokszor ilyen farmolok, tudjátok, ilyen skillek, képességeket farmolok. Aki ismeri az ilyen jellegű játékokat, azt tudja, hogy vannak ilyen ész nélküli farmok, vagy tényleg csak annyit csinálsz, hogy mondjuk trénerezed magad. De azért vettem a videóra fel, mert egyszerűen nem tudok úgy játszani már, hogy nem pofázok közben. Leülök, és ilyen nagyon halálcsend van, és nagyon-nagyon fura az egész. Úgyhogy vettem folyamatosan. Valami 50 órányi, a kettő játék biztos, hogy 50 órányi videót lerögzítettem, meg tudom mutatni komolyan eskü. Nem fogom feltölteni, mert nem sok értelme lenne. Esetleg, hogyha valaki akar Morrowind vagy Oblivion végigjátszani, szívesen nekiállok még egyszer, mert imádom egyébként. Ezek a játékok például, vannak olyan játékaim, amiket mindenképpen végig szoktam tolni. Többször egyébként látjátok, van ott Enterrend is, azzal is így próbálkoztam egy kicsit. Kell egy kis időszak mindig az embernek, hogy ilyen én idő, mert különben nagyon be tudsz fásulni, úgyhogy szerintem... Bocs érte, hogy így eltűntem, nem gondoltam, hogy ilyen hosszú lesz, arra gondoltam, hogy egy hét, vagy max. Két hétig fogok így ellenni így magamba, de az lett az egészből, hogy ilyen, gyerekek, amikor így van már a kocsmában a csávó, hogy föl van tolva ide sape, akkor vannak már gondok. Akkor már minél magasabban van a sape, annál inkább több már az oktán szám a vérben. Na, Igen. Úgyhogy egyébként azt is akartam kérdezni, hogy ha akartok, akkor játékokat ajánljatok ezerre, mert valamit nem tudom, valahogy kicsit kimozdulnék ebből a komfortzónából, ebből a Seven Days to Die, meg Farming komfortzónából. Úgyhogy ha van valami, amit szeretnétek, egyébként még van, amit lehet, hogy bevinnék, de inkább meghallgatnálok titeket, hogy mi lenne az, amit ajánlanátok nekem. Ja, meg hoztam egy kis bónusz dolgot nektek, srácok. Voltam egy srácnál, akivel csináltunk egy olyat, hogy tudjátok, hogy kell ilyen borosüvegből ilyen izét csinálni. Most előveszek egy borosüveget, nagyon meg fogtok jönni. Az a lényeg, hogy tekelsz rá a borosüveg aljára egy izét, egy madzagot, és azt meggyújtod, és azt felborosodik, utána lehűtöd ezt az egészet, és akkor elpattanik ott a borosüveg,
és akkor lesz belőle egy ilyen fél boros üveget, aminek az alja hiányzik, és ugye tudsz bele fűzni egy jégöt, és akkor tök jól néz ki. Na, én mondtam havernak, hogy ilyet tudok csinálni, és akkor átmegyek hozzád, és csinálok. Na, erre készült egy videó, nem átallotta fölvenni, az ő csatornáján van fenn, a Fair Use-nak a szellemébe, mutatok bele a részleteket, és az egész videónak a linkjét, tehát az ő csatornáján lévő videónak a linkjét lerakom ide a leírásban, a komment szekcióban nézzétek végig, ha gondoljátok. Annyit elspoilerezek, hogy nagyon-nagyon nehezen sikerült. Én nagyon biztos voltam magamban, hogy ezt meg fogom tudni oldani, hát nem sikerült olyan nagyon könnyen megoldani. Megoldottam, de igazából ami ráfordítás, üzemanyag, benzin, madzag és borosüveg elkárhozott ennek a folyamatnak a folyamányaként, így meg is lehetett volna venni egy csillát. Na várjatok, gyerekek! Én is felveszem, hat rölgek magamon. Igazából így most látom én is teljes egészében ezt az egész történet. Hát ott voltam úgy, hogy tudom, mi történt, de azért így nézzünk bele, srácok, hogy mi a szituáció. Van már zene is, de lehet, hogy addig nem fogunk elmenni. Semmiképpen nem akarom az egészet megnézni, tényleg főleg a Fair Use-nak a szellemébe. Na, indítsuk a videót! Várja, meg kell nézni, hogy mi folyik itt egy öngyös, hogy várja. Nem az egész időt vesszük. Nem az egész, hát akkor lesz a baj. Bocs, egy kis OBS idője van itt. A projekt. Ezt egyébként tudom, hogy lehetne illeszteni egy valami billentyű parancsal is, de a képer az hülye hozzá most. Még nem akarok vele vinkódni annyira. Jó, így most már jók vagyunk. Na, a gyerek is annyi, majdnem nem láttatok belőle semmit. Az OBS most kellett telepítenem, nem is volt felragva még. Annyira kimaradtak ezek a streamek, pedig aztán azok is jó kis feelingesek voltak. Csak egyébként mindig, az utolsó streamemre azt emlékszem, hogy elment az áram. Azóta sem, meg az előtt is körülbelül 2 évig nem ment el, elkezdtem, azt 5 perc múlva elment az áram. Ilyenek miatt nem streamelek. Na, egyébként Szicska, ő a srácnak a neve, ő neki a csatornájában. Ez a videó, ott is nézzük most. Álljál meg. Várjál már. Hülye voltam, mert nem kapcsoltam el fejhallgatóra, és most már később állnád. Úgyhogy lehalkítom, hogy ne hallatszom vissza a mikrofonba. Úgyhogy... Veszem, hogy mindenki higgyel, hogy ez itt készült, azt mondjuk el, hogy... De hogyha felrobbanik, akkor kitörlöd. Nem, hogyha felrobbanik, akkor legalább tudják, mi történt velünk. Látjátok, ez a metódusnak a lényege, hogy rátekered a madzagot, meggyújtod a beáztatott benzinbe, meggyújtod, ég, és utána jéghideg vízbe elrakod, és akkor ott a madzagnak a helyén így le, szó szerint így leválik az rész alja az üvegnek. Ugye be lehet benzin a lásztodul. Egyébként így ilyen nagyon melós ruhában vagyok, tudjátok, így átmentem a haverhoz téma, szóval teljesen ilyen spontán volt az egész. Nem arról szólt, hogy most itt milyen videót akarunk készíteni, mert falu nem egy, tudjátok-e. Falu legig azt tudja, hogy ez az ünnepi ruha. Egyébként az előszobámban készítünk csillárt. Kiperrel pont. Na, azt is lehet, már leszünk a fókuszbestére. Lehet, hogy nem jó ötlet volt. Lehet, hogy sok ez a madzag. Én nem szoktam ennyi madzagot. Nagyon akartam. Ott egy fotel hátul le. Fasza, eddig. Azért picit messzebb megyek. És akkor bele kell ide. Kezdi fasza, de azért egy kicsit hátrébb megyek. Teszteni ezt a hideg vízbe. Kevés volt ez a üzeg. Most kell volna elpattani, ami nem pattantál. Jó, szóval szőrös vagyok, úristen. Pedig benzinem van, de madzog, nincs több. Nehogy már. Nem tört el? Nem, féltem, hogy... Na, megállítom, keresek madzogot. Na, valami töménytelen mennyiségű madzogot használtuk el, meg benzint. De egyébként figyelj, úgy gyújtogatok itt, hogy ott egy benzines kard. Azért így egészséges. Mindnak hála, találtunk egy maszkon lévő gumit.
Ezt kurvára nem váltam viszont a YouTube-on, ugye? Nem. Hát te vagy a YouTuber. Jó van akkor, így. Film van. Azért majd azt a benzines kannát elviszem onnan. De miért? Kicsit rám folytanod a ruhámra a benzin. Szerinted nem lesz benne gond? Te ruhámra? Hát nekem nem. Odébb viszem, tényleg, lehet. Na, egy boiler, minden. De hát falusi életkép, gyerekek. Csillom, hogy ráhúzzuk, ez üvegre. Ennek egy csillár köz, csillár. Egyenesen. Na, hát még jobb is az a gumis technika. Csak ez lehet, hogy hamar elég, nem? Nem tudom. Rárepülök a bárkira. Sötétbe kerül a csillár. Tényleg úgy lesz, hogy ez elszakad, ég és folyam, vagy amikor ég, azt egy elrepül, mert az meg gúj. De tényleg, ha elszakad, akkor meg rád ugrad a kabátod. Na várj, akkor messze megyek. Ennek a kabátnak mondjuk... Elrepült. Egyébként nem tudom hány darab, meg üveget is elcseszünk egy csomót, meg benzint is, meg madzagot is, meg ilyen cipőfükkőben húzkodjuk kivára ízét, fűzőt, hogy legyen valami, úgyhogy nem volt annyira hatékony, mint amennyire annak tűnik. Na, belinkelem ezt a videót, ha van kedvetek, akkor nézzétek végig. Vannak itt, lesznek itt még érdekes dolgok ebbe. Egyébként 11 perces videó, szóval nem egy olyan nagyon hosszú. Na, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, úgyhogy mai nap már nem érkezik több videó, de holnap már játékkal megyünk, meg valamit írjatok gyerekek, hogy mi legyen. Mit hozzunk még be a csatornára? Ha jó, oké, köszi, szia, jók legyetek, csácsobi, csörtészta, mindig nem tudom, hogy kell ezt kikapcsolni, Sanyika meg akar följönni, várjál, már akkor szerepelni a szép ruhában, Sanyika, oda nézzél, szervusz, Shadow, hello, figyelj, föl van rajta, izé, pargeting, oda nézzél, micsoda, izé, micsoda, divad van itt a gyerekek, oda néz, Sándoros, föl van öltözve, na, jók legyetek, csácsobi, szia!